megoldottuk a fűnyírást, illetve a kertészeti munkálatokat. Úgyhogy szerintem ez a rész, illetve a játszótér is már olyan, hogy már nyitásra alkalmas. Gőzerővel készülnek a strandolni vágyók fogadására a szekszárdi családbarát strand- és élményfürdőben. Szőke Gergő, a létesítmény ügyvezetője úgy nyilatkozott, a remek csapatmunkának köszönhető, hogy idén már májusban, a tervek szerint május 28-án kinyitja kapuit a fürdő. A koronavírus járvány miatt azonban több korlátozást is be kell majd tartatniuk. Védettségi igazolvány az mindenképp szükséges a strandlátogatáshoz, illetve itt még van egy kérdőjel a 16-18 év közöttiek esetén, mivel ők azért egy korábbi években egyedül jöttek le a strandra, most viszont, hogyha nincsenek beoltva, illetve nincs védettségi igazolványuk, akkor csak szülői felügyelettel látogathatják a strandot. Az ügyvezető hozzátette, rendezvényeket is terveznek az idén. Néhány időpontot már le is fixáltak, de erről egyelőre nem árult el többet. Ezek a felvételek már a Kalocsai Gyógyfürdő és Uszoda udvarán készültek. A május elején kinevezett új intézményvezető elárulta, ők is várják már, hogy nyithassanak, de azt mondja, addig még nagyon sok dolguk van. A napokban csavarozzák vissza a közel 34 éves fürdő megrongálódott tetőpaneleit, és a szaunák egy részét is újra deszkázzák. A május 26-án tervezik a nyitást, most már a fertőtlenítések elkezdődtek, a szűrők meg egyebek, a nagymedence kész van, holnap reggel kezdjük tölteni. Busa Attila úgy nyilatkozott, szeretné, ha a 90-es évekhez hasonlóan idén is megtelne az uszoda és az azt körülvevő terület emberekkel és élettel.